Szeretettel köszöntök mindenkit a Modem földszinti kiállító terében. Én Kukla Krisztián vagyok, az intézmény vezetője. És az előzetesekkel meghirdetettekkel ellentétben én fogom köszönteni itt most, mivel polgármester úrnak egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni. Úgyhogy hadd ragadjam meg az alkalmat először is, hogy nagyon örülök, hogy ilyen sokan itt a kezdődő debreceni karneváli forgatagban ezt a programot választották, és hogy egy, azt nem győzöm hangsúlyozni majd, hogy milyen fontos tálat ez. Az látszik talán a tálat kiírásánál az időből is, hogy elég sokáig itt lesz ez a kiállítás, és az intézményünk az megpróbálja ezt a tálatot nem véletlenül az iskolai időszakban, hanem egy külön múzeumpedagógiai programmal majd színesebbé tenni és egyebekkel. De hát önmagáig beszélnek itt a képek. Ország Lili Körkörös Romok című kiállítása, a Borghestől vett novella cím talán sok mindent elárul már előzetesen, de akinek volt lehetősége bejárni a teret, az remélem azzal az élménnyel gazdagodott már itt a legelején, hogy vissza-vissza lehet ide térni egy-egy kép miatt is. És ez az élmény egyébként azt a vonalat is jelenti számunkra, amit a klasszikus modernség jelent. Tehát az intézmény neve a Modem azt a hosszú nevet viseli, hogy modern és kortárs művészeti központ, és hogy ez különösen fontos számunkra, hogy a klasszikus modernség alakjait is bemutassuk, ilyen típusú életműtárlatokat is rendezzünk. Ez így volt korábban is, éppen a télen ért véget a fönti kiállítóterünkben Kondor Béla kiállítása, és hát visszautalhatnék az előző időszakra is, Abanováktól kezdve az intézmény a modernséget fontos bemutató térként kezeli. És még valamit szeretnék ehhez hozzátenni. A kezelésünkben levő Antal Lustig gyűjteménynek, a letéti anyagunk gyűjteményének is fontos szereplője Ország Lili, de itt most egyéb kölcsönzésektől, nagyköz- és magángyűjteményekből érkeztek a művek. Ez a mintegy 90 alkotás, ami azt gondolom, hogy átfogó képet nyújt Ország Lili művészetéről, és arra csábít mindenkit, vagy azt a lehetőséget nyújtja, hogy fedezzük fel újból közösen ezt az életművet, mert érdemes. Köszönöm szépen a figyelmüket és a kölcsönző intézményeknek a műveket, és hadd köszöntsem itt a mellettem ülő S. Nagy Katalin művészettörténészt, egyetemi tanárt, és egyben felkérem arra, hogy nyissa meg a kiállítást. Ország Lili 42 éves volt, múlt, amikor 1968. októberében Rákosligeten megrendezhette első és haláláig egyetlen budapesti kiállítását. 11 évvel korábban, 1957-ben volt ugyanegy zárt körű bemutatója a Fészek Művészklubban, és a hírhetté vált 1957-es tavaszi tárlaton is részt vehetett Bálint Endre és Kornis Dezső, az idősebb és ismert mesterek jó voltából. Ez utóbbin, mármint a tavaszi tárlaton, a Lucsanóban, 9 év tiltás után először és csaknem egy évtizedig utoljára az úgynevezett modernek egy része is megmutathatta a kényszerű hallgatás évei alatt készült alkotásait. Ország Lili korai munkái mellett az 1952-1956 között készült mintegy 60, nálunk szokatlan szürrealista festménye és kollázsa közül néhány szerepelhetett. Amikor 1967-ben Székesfehérváron az István Király Múzeumban végre bemutatkozhatott, már túl volt a szürrealista korszakon. Akkor festette magányról, bezártságról,
a létezés kilátástalanságáról szóló abszurd, szürreális képeit, amikor a festők nagy része az állami elvárásoknak megfelelően úgynevezett szocialista-realista műveket gyártott. Túl volt az 1956 nyarán tett bulgáriai utazás, a Rilai és az Agoszti kolostor hatására teremtett érzékeny, lírai, finom színvilágú ikonokon. Az 1962-es prágai zsidó temetőben újra felfedezett héberbetűből indulva, már megalkotta írásos, archaikus kultúrák betű töredékeiből, falmaradványaiból egyik korai főművét, a mögöttem látható 1963-as Requiem hét táblán elpusztult városok és emberek emlékére című hét hosszútás táblából álló szintézisét addigi pályájának. A babiloniai úr, Heliopolis, Jeruzsálem, katedrálisok, Auschwitz, Hiroshima, a kultúratörténet kísérteties állomásai. Az ember, aki városokat, vallásokat, szimbólumokat teremt, épít. Az ember, aki minden tönkre tesz, lerombol maga körül, pusztít. A festő megjelenítésben a teljesség igénye. Micsoda időszerűtlen teljesítmény abban a korban, mely legfeljebb a töredékek, széthullott darabok, szimulakumok felmutatását vállalja. Isten halott, zengi a 20. század. Isten van, de nem létezik. Vaja Simone Weil. Bocsánat, kicsit bonyolult, mert nem volt időm lemásolni. Vaja Simone Weil, zsidó keresztény teológus, aki Pinisky szerint Orszámüli szellemített testvére. Orszámüli requiemje hét táblán létezik, tehát létezik Isten, hogy Pavel Florenszky rúgjogra szóló állítását fordítva megfeleltethessem annak, ami itt látható. ...1966-ban váratlanul engedélyezik izraeli utazását az izraeli nagykövet közbenjárására. A megrendítő élmények következménye, ahogy Orszámüli megfogalmazta, miután festményeimben csak falak maradtak, magától adódott, hogy felhasználjam azokat, hogy írjak rájuk, írjak a falakra, amin gyerekek írják vágyaikat arra. Nincs itt és most lehetőségem arra, hogy a fal, a külső és a belső falak évezrede szertágazó szimbolikus jelentős tartalmát felfejtsen. A fal, a falak. Védelem, oltalmazás, biztonság, bezártság, korlátozás, emberfeletti erőfeszítés, a hit ereje. A jeruzsálemi sirató és panaszfal, a kínai nagyfal, Jerikó falai, Hadi János fala, Kőműves Kelemen balladája. Falak. Egészen az 1961-ben felhúzott berlini fali, és annak 1989-es lebontásáig. Elválaszthatatlanok a várostól, melynek jelentés rétegeit Orszámüli ugyancsak festménysorozatban közelíti meg. A város kitüntetett szakrális hely, a kozmikus rendszer tükröződése, a világteremtés megismétlése. Civilizációs és anyai szimbólum, akárcsak a fal, mely az archaikus korszakoktól évszázadokig körülvette a városokat. És még utalok arra, hogy a 60-as, 70-es években falak közé zárva értünk, mondjuk, hogy országhatárok közé zárva értünk, és ezen túl is falakat emeltünk magunkban is, egymástól még lenni, még inkább elválasztva, eltávolodva. És így jutunk vissza a bevezető mondathoz.
Az 1968-ban Budapest 17. kerületében egy lerobbant szociál hodályban rendezett, nagy hatású, de mindössze 3 napra engedélyezett bemutatóhoz. Még nem volt metró, autók se nagyon, egy másfél óra buszozás, több átszállással a fővárosi szegényes épületig. Rengetegen voltunk. Bálint Endre nyitotta meg a kiállítást, akit Orszán Ilija mesterének tekintett, és aki által kapcsolódhatott az 1945-49 között betiltásáig működő Avangárd Európai Iskola mű és sokor korszerű szelleméhez. A korabeli amatőr fekete-fehér fotó tanúsága szerint tiltott és tilt kategóriába sorolt festők, írók, filozófusok zarándokoltak a bemutatóra, néhány gyűjtő és művészettörténész voltak jelen. És underground fiatalok sokan az én lázadó nemzedékemből. Akkor már lehetett tudni, hogy az amúgy középszerű szürke 60-as évekből világító toronyként emelkednek ki a korszak emblematikus magyar művészei, Pilinszky János költő, Hurtádőr zeneszerző és Orszán Lili festő. Orszán Lilinek a 37 méteres szűkös lakásában készült különös, zárt, öntörvényű, monumentális festményei láttán írta Pilinszky, kilátástalan reménykedés. Vörös Sándor, Károly Jani, Pilinszky János versei szólnak Orszán Lili falairól, az idegenségből fakadó közös életélményekről. 1968-tól új eszköz jelenik meg festői eszköztárában. Nyomtat a faros felületre. Mintha elektrografikákat hozott volna létre, az akkor még analóg módon látás-gondolkodás ellenében. Korszerűsége, időszerűsége kétségtelen. A múlt rétegeinek felfedése, a történelem lapjainak írások és mitoszok megőrzése összekapcsolódik a mai struktúrákkal. Mintha ráérzett volna a 20-30 évvel későbbi szemléletváltásra. Orszán Lili Rákos Ligeti kiállítása volt az első kiállítás, amit életemben rendezhettem. Mivel a festő számmisztikával és elmélyülten foglalkozott, megismétlem. 42 éves volt, én pedig 24. Ez a törékeny, egzotikus külsejű, szorongásokkal teli zárkózott, rendkívül művet, 8 nyelven olvasott, munkamániás művész, életem legmeghatározóbb embere lett. Közvetetten még Farkas Istvánt is neki köszönhetem. Mindketten magányos alkotók, és mindketten otthontalanok a világban. Sose rajzoltam az ember cselekvő aktivitásban, hanem mint kiszolgáltatott lényt. Személytelenül, védtelenül, szemlélődve, álmodozva és magányosan, mondta Orszán Lili egy vele készült hosszú interjúban Rozga Ivánnak. Ugyanezt, ugyanígy Farkas István is elmondhatta volna. Az 1968-as meggyőző, meghökkentő bemutatótól még 10 év, mindössze 10 év adódott számára, a közelében lehettem. 1972 nyarán a Diósgyőri vár középkori rondellájának kvadrátkövein köves falain mutathattam be az itáliai utazások élményei, vázlatrajzai, Montini gyűjtései alapján készült római falak sorozatát, amelyben már elkezdődött a labirintus téma. A labirintus sorozat 48 festményből áll,
és mintegy 60 monotípiából, kollásból. A képeket halál után 2 évvel mutatták be a Budapesti Történeti Múzeumban. 1980-at írtunk, a rendezésért munkahelyi fegyelmi volt a jutalom a művészettörténésznek. Indok, a szocializmustól idegen ez a depressziós festészet. A labirintus mítoszok, a legrégibbek közé tartoznak. A krétai 3600-4000 éves. A labirintus ábrázolások még ennél is régebbiek, némelyik 12-15000 éves. Orszányi monokrom festményei architektonikus részletek, kövek, szobortöredékek, a babiloni szárnyas angyal, mint kapuőrző, a fekvő, ülő és távolodó köpenyes figurák, példában burkolt árnyalakok, némán várakozó arctalanok. Nyomtatott áramkörök, kapillária rendszerek, ovális hadszögformák, több központúság. A mikrokozmoszt, makrokozmoszt függvényében közvetítő. A labirintus kultúrátörténeti, pszichológiai és művészeti jelentései felsorolhatatlanok. Titkos hálózatok, üzenetek, áramlások, kiárás az élet felé. Üreg, anyami, odú, ködönzsinór, bolyongások, sötét bűnök, út a halálba. Örökké valóság szövevények, mint amilyenek a román kori és gótikus katedrálisok oszlop főjén és kapufélfájén kanyarognak. Úttalan utak, zsákutcák, a nagy utazás, a lélek üdvesztői, a világ mint labirintus. Az evangélium és Buddha tanítása szerint van egy ösvény, mely a dolgok örök értelméhez vezet. Országnél is ezt kereste, mi mást? 1978-ban, 52 évesen, 28 évi várakozás után végre műtermet kap a várban, és 18 évi levelezés, újabb és újabb próbálkozások után megérkezik a várva várt értesítés, végre Budapesten a műcsarnokban rendezhet életművéből kiállítást. Augusztusban rosszul lesz, alvasi görcsöt. A műtét sikerül. 1978. október 1-én meghalt tüdőgyulladásban. 1978-ban halála évében fekete képeket festett ősi jelekkel. Mintha azt üzenné, jó lesz átlépni a halálba. A halál fehére messzelt fehér küszöbét idézett Pimisztikből. Halál akkor pályatárs Kurtán György, aki ugyancsak 1926-ban született, és ma mi szerencsében él és alkot, zeneművel, költőtársak versen emlékeznek Orszár Lilire, a különleges, következetes és fegyelmezetten építkező, igényesen megformált, sokdimenziójú és jellegű festészet alkotó emberére. Útnak eredsz a csöndbe, engedi el Pinészki. Pinészki János búcsúztatta. Drága barátom, segíts élni bennünket, hogy lépjünk be, és járjuk végig mi is azt a labirintust, amit te megjártál, hogy egyszer mi is hasonlók lehessünk te hozzád. Amen. Köszönöm. Köszönjük szépen! Szeretném megköszönni a Modemeg és tárgyának és különösen Farkas Zsófiának, aki kurátorként jegyezte a tárlatot, a tárlat létrehozását.
és egyben felhívom a figyelmüket arra, hogy holnap 5 órától lesz az első tárlatvezetésünk, ahol a Zsófi fog kalauzolni minket országügyi labirintusában a festményei között. Köszönöm szépen a figyelmüket, Esnagy Katalinnak a megnyitó beszédet, és most kicsit rendhagyó módon az udvaron telítettünk meg, úgyhogy borra, szendvicsre nagyon szívesen látunk mindenkit, illetve kellemes nézelődést még az est további részében. Köszönöm szépen! Megjelent a országgyűlési monográfia, és vittem belőle egy példányt Radnóti Fifinek, Radnóti Miklós üzenének, akkor ránézett a nap csodálkozó szemeivel, és azt kérdezte, hogy és voltál a Robert Miklósnál? Mondom, Fifi, nehogy már, mondom, egy évig próbáltam megtalálni. Tudom, hogy Bécsben élt, de hát már 90 nem mertem befejezni, amit mondta a Fifi. Hát az én unokabátyám. Robert Miklós volt országlégi első mestere Újváron, a Lili 11 évesen, akkor még Ösztereiher Lili néven döntött el, hogy festő és semmi más nem lesz. És akkor elmentünk a Fifivel Bécsbe 93 őszén, és a Robert Miklós elmondására könyvet egyszer csak nekem adta, az ország Lilivel 40 éven keresztül szalagő levelezését. Amit én Farkas Zsófinak fogok adni, hogyha megírja az új monográfiát ország Lilivel. Ennek a kiállításnak az igényessége és koncepciója alapján kitűnő monográfia fog születni. És akkor a levélből az itt jelenlevő tanítványaimból egy barátaimmal az Arhalfényi Archívumnál készült egy kiadvány, Holtfestőnő címmel, és amikor ez elkészült az országügyi leveleimből, akkor tudtam, hogy csak a mi életünk véges az országügyi örök. Úgyhogy én ezt most szeretném is majd átadni a Farkas Zsófinak, hogy aztán majd ő is tovább. Köszönöm a kérdést!